26 napirendi pontot tárgyalt csütörtökön a szekszárdi közgyűlés. A közel 3,5 órán át tartó ülés első egyharmadában nem jutottak túl a képviselők az első napirenden. A közgyűlés elég nehezen indult, de az első döntésű a közgyűlésen egy olyan döntés született, amiben elutasították az előterjesztést, és ez az előterjesztés tette volna lehetővé azt, hogy a két civil szervezet, vagy két civil bizottság, a KCV és az Oksi által megszabott alapítványi támogatásokat egyáltalán ki lehessen osztani. Erre kellett egy rendeletet módosítani, ezt az alapkövetelményt ezt elutasították, aztán amikor ezzel szembesültek, akkor korrigálni kényszerültek a döntésen. Ezen kívül egy házi orvosi című változás átvezetését sem szavazta meg az ÉSZ frakció első körben, ami azért lett volna aggályos, mert így hivatalosan a rendelőnek vissza kellett volna költöznie az építkezés alatt álló épületbe. A közművelődési rendelet felülvizsgálatát a német önkormányzat végezte el, és javaslatokat tett a módosításra, de ezt is elutasították a baloldali képviselők. A vége az lett végül is, hogy amikor ezzel így szembesült a közülés, akkor azt követően ezt a döntését korrigálta, és így végül is a díjakat, a támogatásokat, és természetesen volt még egy kitüntető díj is, ami támogatással jár, ezt is helyre tudtuk rakni, és akkor elindult az érdemi munka. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, politikai zavarkeltésnek nevezte azt, amit az ÉSZ művelt a közgyűlés első egy órájában. A közgyűlés meg kell szakítanunk. Folyamatosan a polgármester jelenlétét követelték, és igaziból nem a város érdekében történt a közgyűlési hozzászólás, hanem egy politikai zavarkeltés történt. Én nagyon bízom benne, hogy nem folytatódik, és végül is sikerült megállapodnunk, úgyhogy a szünetben. A megállapodás után néhány napirendi döntést elhalasztottak januárra, a többit pedig szinte egyhangúlag, illetve néhány tartózkodással elfogadták a képviselők.